Már felélettek az áttelelő kullancsok, és elkezdtek fejlődni a lárvák is. Nem csak az erdei sétákon lehet összeszedni a vérszívókat, ezek ma már gyakorlatilag mindenhol jelen vannak. Több mint 200 kullancsfaj él a Kárpát-medencében, ezek közül a leggyakoribb Magyarországon is a közönséges kullancs. A vért adó gazdára hang és szaginger hatására ejti rá magát fűről, gazról és bokrokról, legfeljebb másfél méter magasságban. Az első teendő, hogy nem rémülünk meg. A legeslegfontosabb, hogy a kullancsot minél hamarabb eltávolítsuk. Erre különböző népi módszerek állnak rendelkezésekre, ezeket el sem mondom, és nem is javaslom őket. A legprofibb megoldás, hogyha nyilván azért ez egy kicsit körülményes, de el kell menni egy gyógyszertárba, és venni egy speciális kullancskiszedő csipeszt, vagy egy kullancskiszedő kanalat, és akkor úgy tudjuk a kullancsot kényelmesen kiszedni magunkból, vagy a gyerekekből, vagy akár kutyából, macskából, hogy a utótestét nem nyomjuk össze, és így a sebet nem toljuk tele még jobban a kullancsoknak a limfájával, illetve a test folyadékával, amiben a kórokozók előfordulhatnak. A két legismertebb kullancs által terjesztett betegség a vírusos agyvelőgyulladás és a Lyme-kór. Előbbi ellen oltással lehet védekezni, a Lyme-kór ellen azonban még nincs oltóanyag, annak kórokozóját a megfelelő antibiotikummal lehet elpusztítani. Míg a vírusos agybelőgyulladás 2-3 hét alatt lezajlik, addig a Lyme-kór évekig, sőt évtizedekig is eltarthat, ez alatt újabb és újabb szerveket károsíthat. Nem minden kullancs fertőzött, de amelyik igen, az már 4 óra elteltével meg is fertőzheti áldozatát, ezért érdemes minél előbb eltávolítani. Egy hét múlva is ki lehet szedni, csak akkor már lehet, hogy akkora, mint egy zöld borsó méretű, és már nagyon megszívta magát vérrel, ilyenkor már az utótest rendszeresen szépen ki is szokott szürkülni. Ilyet többnyire már inkább csak kutyusokból, macskákból, más háziállatokból szoktunk kiszedni, de én már szedtem ki emberi fejbőrből is egy közméte méretű kullancsot. Minél hamarabb kell kiszedni, minél kevésbé összenyomni az utótestet, ha a fej beszakad, abból semmilyen különösebb probléma nem lesz, az néhány nap múlva ki fog löködni. Nem szabad feladni a kirándulás örömét és jótékony hatásait a kullancsveszély miatt. Ebben az időszakban viszont érdemes a bozótos, bokros területeken zárt ruházattal vagy kullancsriasztószerekkel védekeznünk a kullancs csípés ellen.